Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektívet látják. Műsorunk mai vendége Herceg Zsolt, Mezőtúr polgármestere. Üdvözlöm nálunk, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm én is, köszönöm a meghívást, örömmel jöttem, mint mindig. A műsor első felében nem csupán Mezőtúrt, hanem az egész országot, sőt az egész világot érintő témáról fogunk beszélni, ez pedig nem más, mint az új típusú koronavírus járvány. Ez hogyan érinti városunkat, melyek azok a legfontosabb területek, amelyeket a legjobban befolyásolt ez a járvány? Hát jelentősen rányomta a bélyegét a város életére, természetesen itt is Mezőtúron. Megállt az élet tulajdonképpen, ezt lehet mondani nagyon sok tekintetben. A fiatalokkal kezdeném, hogy a bölcsőde, óvoda ügyeleti rendben működik jelentősen. Lecsökkent a gyermeklétszám, ugye bezárt a közösségi ház, bezárt a városi sportcentrum, bezárt az úszoda. Rossz látni ezeket a kongó létesítményeket, nem zajlik a hangos élet most ezekben, és hát nyilván tilos is csoportosulni egyáltalán. Tehát voltak olyan próbálkozások a napokban, hogy a szakképzőiskola műfős pályáján elkezdtek futballozni néhányan. Nyilván mozgáshiányra való tekintettel és az idő hasznos eltöltésére gondoltak, amikor így döntöttek, de ez is tilos, tehát felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy nem lehet és legyen türelemmel. Itt akinek mozgáshiánya van, az most az egyéni sportokat válassza, tehát futás, kerékpározás, séta, tehát ezeket javaslom. Ami az önkormányzati feladatellátási rendszert illeti, ott azért az élet nem állt meg, hiszen mindenki dolgozik. Most már a kollégák is visszatérnek a hivatalba, akik otthonról tudtak dolgozni, és kisgyermekük van. Ők egy darabig ezt otthonról tették meg, hogy a hatósági vonalon, tehát határozatokat hozni, az ügyfelekkel kommunikálni, ez megoldható volt otthonról is, de most már jegyzőre elrendelte, hogy térjenek vissza. Úgyhogy kiegészült a hivatal, és hát az önkormányzati intézményeknél, cégeknél is ugye jelentős változást hozott ez a veszélyhelyzet. Ami a gazdasági szférát illeti, ott ugye elsősorban a kereskedelmet és még inkább a vendéglátást, illetve a turizmust érinti negatívan ez a helyzet, hiszen az éttermeink zömmel bezártak. Sajnálatos, és hát elég sokan lettek munkanélküliek is, bár megmondom őszintén, én az elején, amikor ez az egész ügy kirobbant és látható volt, hogy milyen negatívan befolyásolja az országunkat és a városunkat, akkor arra számítottam, hogy még kedvezőtlenebb lesz a helyzet. Nyilvánvalóan ma azt még nem tudom megmondani, hogy ez összességében majd mivel fog járni, tehát például az önkormányzat vonatkozásában milyen mértékű lesz például a helyi iparűzési adó csökkenése, ennek a mértékének a csökkenése. Ezt majd akkor tudjuk meg biztosan, amikor túl leszünk ezen az időszakon, és hogy az adózási időszakok eljönnek. Nyilvánvalóan az önkormányzat is készül arra, hogy a munkanélkülieket segítsük, bár azt azért hangsúlyozni kell, hogy ha valaki elveszíti a munkáját, az önkormányzat a kiesett bevételét azt nem tudja pótolni, valamennyi segítséget tud nyújtani, de azért hosszú távon közel sem tud olyan mértékű jövedelmet biztosítani, mint aki dolgozik. De ennél sokkal nagyobb jelentőséggel bír az, hogy az állam is gondol arra, hogy ha munkanélkülivé válnak többen, akkor mindenképpen a támogatást megkapják. Hát ugye egyrészt, aki hosszú időn keresztül dolgozott, az kap munkanélküli segélyt, és ugye különböző ellátási rendszerek vannak. De ugyanakkor azt is láthatjuk, és mivel kapcsolatban vagyok nagyon sok cégvezetővel, azt is látom, hogy sok helyen munkaerőt keresnek most is, tehát annyira azért nem rossz a helyzet, és arra is van lehetőség, hogy átképezzék magukat a munkavállalók, tehát hogyha valaki elveszíti a munkáját, és adott esetben
nem csak azért, mert a cég vagy a munkahely, ahol dolgozott, bajba került, hanem esetleg menet közben nem piacképes már a végzettsége, akkor arra is van lehetőség, hogy átképezze magát. Nyilván ez idő, de ez is az állam segítséget ad jó néhány esetben, tehát tulajdonképpen majd, hogy nem bérjellegű juttatás is kaphat a munkavállaló, hogyha vállalja azt, hogy beül ismét az iskolapadba és tanul. Tehát összefoglalva, az életünk jelentősen megváltozott, és hát abban reménykedhetünk, vagy én legalábbis személy szerint abban bízom, hogy minél hamarabb lecseng ez az időszak, és majd az élet szépen fokozatosan visszatér az eredeti kerékvágásba. Hát én úgy gondolom, hogy ezt várja mindenki, úgyhogy nem jó senkinek ez az időszak. Minden esetre mi az önkormányzatnál áttekintettük a költségvetésünket, és azt látjuk, hogy körülbelül egy 170-180 millió forintnyi tartalékunk van, amit a költségvetésből ki tudunk vonni. Ugye ezek betervezett költségeket jelentenek, és alapvetően ugye fejlesztési költségek, rendezvényekhez kapcsolódó költségek, és hogyha ezek elmaradnak, vagy a fejlesztések nem valósulnak meg, akkor ilyen jellegű, vagy ilyen mennyiségű költséget tudunk megspórolni. Erre szükség is lesz, hiszen bizonyára hallották nagyon sokan, hogy a kormány döntése alapján az önkormányzatoktól az eddig helyben maradó gépjárműadót elvonták. Ez ugye a teljes adó mértékének a 40%-a, ez nekünk 45 millió forintot jelent a Mezőtúrváros önkormányzatának. Tehát ez az egyik része ennek a 170-180 millió forintnak, és ugye arra számítottunk eddig is és ezután is, hogy a helyi iparűzési adóban is mindenképpen lesz egy csökkenés. Azt nem lehet megmondani, hogy az imént is utaltam rá, hogy ennek a mértéke pontosan mennyi lesz, de ezért is határoztunk úgy, hogy ezt az összeget felszabadítjuk, úgymond, tehát nem helyezünk ilyen mértékű kötelezettségvállalást a költségvetésünkbe, és hát aztán majd, ahogy telik az idő, majd meglátjuk, hogy esetleg még további intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az önkormányzatunk működése, az önkormányzati szféra működése anyagilag forrás tekintetében biztosított legyen. Tehát jelen pillanatban itt tartunk. És hát ami még nagyon fontos, az az, hogy én is figyelem az eseményeket, és a kollégáim is folyamatosan az országos híradásokat, a jogszabályi változásokat, és minden erőmmel azon vagyok többek között a napi munka mellett, hogy a szükséges tájékoztatást lehetőleg minél több csatornán a lakossághoz eljuttasson. Ezt most nagyon fontos feladatomnak tartom. Magyarország kormánya úgy döntött eddig két alkalommal, hogy hétvégére vonatkozóan különleges jogkört ad a polgármestereknek, hogy belátásuk szerint szigorító intézkedéseket hozhassanak. Itt Mezőtúron milyen intézkedések kerültek bevezetésre, és miért volt ezekre szükség? Alapvetően kettős dolog volt. Az egyik az üdülő ingatlanokat érintő intézkedés volt, rögtön azon a hétvégén, amikor ezt a lehetőséget megkaptuk. Ugye hozzám is eljutott a híre annak, hogy vidékről, Budapestről nagyon sokan érkeztek a nyaralóikba. Húsvét lévén ez ugye máskor megszokott dolog is, és elfogadott, hiszen azért épít valaki nyaralót, hogy időnként használja. De ugye ebben az időszakban tekintettel főleg arra, hogy Budapest a gócpontja a fertőzésnek, ezért azt az intézkedést hoztam, hogy azok, akik lejöttek már, ők nem jöhetnek be a városba. Tehát ne fordulhasson az elő, hogy véletlenül itt lefertőzik a mezőtúri lakosságot. Nyilván arra gondoltunk, hogy ha valakinek bevásárlási igénye van, az majd úgyis megoldja a mezőtúri barátain keresztül, hiszen nyilván a szomszédságában mindenkinek vannak mezőtúriak, meg hát vannak ismerőseik a városban már, és ezt úgy gondoltuk, hogy ez nem megoldhatatlan a számukra. Nyilvánvalóan minden ilyen intézkedésnek az a lényege, hogy ebből mennyit lehet betartatni a polgárokkal. Hát biztos vagyok benne, hogy voltak olyanok, akik jogkövető magatartást gyakoroltak, de voltak olyanok is, akik nem igazán figyeltek erre. A rendőrség ellenőrizte a mozgását az embereknek, igazoltattak is. Nyilván az sem megtehető, hogy
annyi rendőrt vezényelni a közterületekre, hogy minden ilyen feladatot el tudjanak látni, tehát, és itt is az volt a cél, hogy lehetőleg minél többen értesüljenek róla, ezért is ugye járt a hangos bemondó az üdülővezetekben, és próbáltuk mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy a saját és a polgártársai érdekében ne jöjjön el onnan. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig a piacot érintette első alkalommal, tehát ott megtiltottam az élelmiszeren kívül, és vetőmag, hiszen tavasz van, ugye a vetés ideje van itt, a kertészkedések ideje következett el, ugye egyre jobban javul az időjárás, tehát növények, vetőmagok árusítását engedélyeztem, és most azon gondolkozunk, tekintettel a megszerzett tapasztalatokra az elmúlt időszakban, hogy ugye most az önkormányzatoknak, illetve egészen pontosan a polgármestereknek olyan jogosítványa van, hogy hozhatnak olyan intézkedést is, amely nem csak hétvégére szól, hanem mondjuk most majd ezen a héten megszületik egy polgármesteri rendelet, és az egészen a veszélyhelyzet idejéig is szólhat, tehát a hatálya addig terjedhet. Abban szeretnék változtatást, hogy a piacon ne vegyüljenek az emberek. Azt lehet tapasztalni, főleg vasárnap, hogy az idősebb korosztály és a fiatalok is együtt mind viszonylag sokan ott vannak a piacon. Az az elképzelés, hogy a piac nyitásától 9 óráig az idős korosztály mehetne a piacra, hangsúlyozom, hogy ez még nincs jogszabályi formában, ez csak egy elképzelés, és 9 órát követően mehetnek a fiatalok. És ugye ez olyan szempontból is logikus, hogy az idős polgár, hogyha 6 és 9 között kimegy a piacra, arra kérek egyébként mindenkit, hogy a vásárlást rendezze le, és aztán hagyja el a közterületet. 9 után pedig tud menni a boltba, hiszen az a korlátozás, ami ugye központi jogszabály által, kormányrendelet által van elrendelve, az még mindig él, tehát 9 és 12 óra között az idősek mehetnek a boltokba. Tehát erre gondoltunk, hogy logikailag ez így rendben lesz, és valószínűleg ezt be is fogjuk vezetni, úgyhogy ezzel kapcsolatosan majd a szükséges tájékoztatást azt megtesszük, hogy nyilvánvalóan ilyenkor elsőként a honlapon, közösségi médiában, nyomtatott sajtóban erről majd híradással leszünk. És továbbra is minden bizonnyal hétvégékre maradni fog az üdülővezetekre vonatkozó az imént ismertetett korlátozás is. Tehát erre gondolom, hogy ezt tervezzük, természetesen csoportosulni továbbra sem lehet. A rendőrök, a polgárőrök elküldenek mindenkit a játszóterekről, vagy ha azt tapasztalják, hogy valahol tömeg alakul ki, kérem mindenkit, hogy értse meg, hogy most nem ennek az időszaka van, tehát a társadalmi élet, tehát egy kicsit most háttérbe kell szorítani, és majd akkor feleleveníteni, és még intenzívebbé tenni, hogyha ezen a vészhelyzeten túl leszünk. Az előző hétvégére vonatkozó szigorításokkal kapcsolatban sokan szigorúbb intézkedéseket szerettek volna, erről mi polgármester úr véleménye? Az, hogy hermetikusan nem lehet lezárni a települést, ez az egyik, ami az üdülő övezetekre vonatkozik, tehát ahhoz komoly erők kellenének, ami nem áll rendelkezésre jelen pillanatban, ezt ki kell mondani. A másik pedig az, hogy ha valaki szigort követel, akkor pontosan nem tudom, hogy mire gondol. Amit most az idén, illetve amit most e héttől szeretnénk bevezetni a piac kapcsán, amit az imént elmondtam, az én úgy gondolom, hogy az már egy szigorúbb intézkedés, és arra mutat abba az irányba hat, hogy még jobban ezeknek a kontaktoknak, a találkozásoknak a számát csökkentsük. Az önkormányzat hogyan tud segíteni a mezőtúri lakosoknak? Eddig milyen intézkedések születtek ezzel kapcsolatban? Igen, egyrészt a szociális segélyezés területén a segélyezés zajlik tulajdonképpen folyamatosan. Annyi változás történt, hogy az ügyfelek ugye meghatározott módon jutnak hozzá a nyomtatványokhoz. Hát ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a portán lehet, a déli porta van most nyitva, hiszen a Városháza
torony külső homlokzatának a felújítása az egy korábbi döntés alapján zajlik, és ott ugye egy elnyert forrásunk van, és azzal mindenképpen úgy voltunk, hogy ezt a képviselőtestület döntése alapján, ugye februárban döntött erről a testület, hogy ezt mindenképpen megcsináljuk, hiszen itt akkor forrásvesztés is bekövetkezhetett volna, hogyha a év végéig, vagy ugye minden ilyen projektet most 3 hónappal automatikusan meghosszabbítottak, ez azt jelenti, hogy március végéig, de hát ilyen jellegű munkát télen nem lehet végezni, tehát úgy voltunk fel, hogy mindenképpen megcsináljuk, 10 millió forint önerő kell hozzá, és akkor így 40 millió forintból megújul a torony homlokzata. Tehát a segélyezés kapcsán visszakanyarodom még egy picit, annyit lehet elmondani, hogy az önkormányzat helyi adóbevételei folyamatosan növekednek. Ebből fakadóan a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó adóerőképességünk is egyre jobban évről évre növekszik. Ennek a következménye az volt 2020-ra, hogy a szociális segélyezés terén a kapott állami normatíva 20 millió forinttal kevesebb, mint 2019-ben. Ebből fakad az, nyilvánvalóan egyenesen következik, hogy kevesebb segélyt tudunk kifizetni, abban az esetben, hogyha a saját bevételeinkből nem csoportosítunk át. Most azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk áttenni forrást a saját bevételünkből, hiszen látjuk, hogy nagyon fogy a rendelkezésre álló keret. Tehát a segélyezés az egyik formája, amivel tudunk segíteni az embereknek, a másik pedig a veszélyhelyzet kezdete óta a Szociális Szolgáltatók Központ dolgozói ugye ellátják azokat az időseket, akik részben ugye az idősek napközi ellátásában vettek részt, ugye a 3 idősek napközi otthonában voltak napközben, és rajtuk kívül még minden egyes olyan mezőtúri polgárt, aki jelzi azt, hogy segítségre szorul. Ugye itt elsősorban idős olyan emberekről beszélünk, akiknek vagy nincs hozzátartozója, vagy nem itt él a városban, tehát aki nehezen tudná megoldani, és jogkövető magatartást tanúsít, és ugyanakkor nyilván fél is a fertőzéstől. Tehát a lényeg az, hogy nekik mindenképpen segítünk. Ezt is már több alkalommal híreltük, tehát tájékoztattuk a lakosságot, hogy van lehetőség arra, hogy bevásárolni gyógyszert. Hát íratni valószínűleg föl tudja, mert telefonon ezt le tudja rendezni otthonról, de akinek nincs telefonja, természetesen a gyógyszer feliratását is megoldjuk, és a gyógyszernek a kiváltását is tudjuk biztosítani. És hát ezen túlmenően az étkezés vagy az ételházhoz szállításában is segítkezünk. Tehát mindent elkövetünk annak érdekében, hogy aki ilyen jellegű segítségre szorul, az ezt megkapja. El is látjuk. 200-300 között van azoknak a száma, akiknek folyamatosan, azt lehet mondani, tehát minden nap a kollégáim segítenek. Ezen túlmenően most egy maszk osztási akcióba kezdtünk, ha úgy tetszik. Ugye már a veszélyhelyzet kirobbanását követően szinte azonnal ugye elkezdtük szervezni a maszkoknak a készítését, és hát jó néhány helyre is juttattunk belőle. És most arra gondoltunk, hogy a lakosság részére is ezt lehetővé tesszük. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy be lehet telefonálni, vagy esetleg e-mailt írni, van több telefonszám megadva, és már ott tartunk, hogy a durván egy héttel ezelőtt indult akció keretein belül több mint 1000 maszkot juttattunk el a házakhoz. Ez ugye úgy néz ki a gyakorlatban, hogy a kollégáim veszik a jelzést, utcaházszám, hány fő lakik ott. Itt ugye a közösségi házban ez ugye kicsomagolásra kerül, lezárt, leheggesztett fóliában, zacskóban ugye jut mindenkinek a postaládájába, tehát személyes kontakt elkerülésével tudja megkapni mindenki a maszkját, és hát akinek nem volt lehetőség, hogy beszerezze, így akkor próbálunk segíteni, hogy abban az esetben, ha szeretne maszkot használni, ami most még ugye nem kötelező, de ezt meg tudja tenni, úgyhogy ilyen módon is segítjük a polgárokat, és hát nem utolsó sorban, amire már utaltam, hogy folyamatos információ nyújtásával igyekszünk itt akár a fogorvosi ügyelet, akár a házi orvosi ellátással kapcsolatosan, de sorolhatnék sok minden mást, folyamatosan
a kapott információkat én is megosztom a mezőtúriakkal, a mezőtúri polgárokkal, majd most lesz éppen ezen a hétvégén mezőtúri és vidéki újság, ott is sok hasznos információt találnak. Lesz olyan, ami visszatérő, az a szándékunk, hogy minden egyes számmal jelenjen meg, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy eljusson mindenkihez az információ, úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy a mezőtúri és vidékét most azért jobban olvassák, mint esetleg máskor. Ez nyilván azokra vonatkozik, akik nem teszik. Polgármester úr említette egy jelenleg futó beruházást, ugye az önkormányzati hivatalnak a homlokzat felújítását. A mezőtúri fejlesztések, a beruházások kivitelezése munkálatai hogyan állnak jelenleg, hogyan befolyásolta a járványhelyzet ezeket a dolgokat? Igazából nem befolyásolta, azt lehet mondani, tehát haladnak. Ahol probléma van, ott pedig nem a járvány a felelős, vagy a vírus, hanem egyéb okok miatt. Tehát zajlanak az építkezések az ipari parkban, zajlik a Mak József utcai idősek napközi otthona, zajlik a turisztikai beruházás kapcsán a kivitelezés a Városházán, a Kovács műhely vonatkozásában. Ahol probléma van, ilyen az óvoda, ahol körülbelül 90%-os a készültségi fok, és a kivitelező az, hát mondhatjuk úgy nyugodtan, hogy eltűnt. Úgyhogy vele szemben majd jogi úton juttatjuk érvényre az akaratunkat, a szándékunkat, tehát megtesszük azt, amit ilyenkor meg kell, és új közbeszerzési eljárást fogunk lefolytatni a tekintetben, hogy az új kivitelező, a majdnem kiválasztott kivitelező fejezze be a beruházást. Nyilvánvalóan a célunk az az, hogy minden egyes projektünk megvalósuljon, hiszen ha ez nem így lenne, akkor vissza kell fizetni a támogatási forrást, és hát nem utolsó sorban ez a következő évekre is azért komoly kihatással lehetne, hiszen ezt szankcionálnák is, hogyha az önkormányzatnál még kiúsuló projektek vannak, vagy visszamondja az önkormányzat az elnyert forrást, akkor olyan is lehet, hogy a pályázatokból egy időre kizárják az adott önkormányzatot, tehát ezt mindenképpen el kell kerülnünk, el is fogjuk kerülni egyébként, tehát biztos vagyok benne, hogy minden egyes projektünk meg fog valósulni. Itt van egy másik, az óvodához hasonló projekt, az még tulajdonképpen majdhogy nem el sem kezdődött, ez a Petőfi Sándor utcai parkolóknak az esete. Ott is egy új közbeszerzési eljárást fogunk kiírni, és úgy kívánjuk befejezni egy új kivitelezővel. És zajlanak azoknak a projekteknek a közbeszerzési eljárásai, ahol még a kivitelező kiválasztása zajlik, ilyen a két kerékpárutas projektünk, és ilyen például a főiskolának a konyha felújítása. Az észak-déli kerékpárútnál és a konyhánál már ugye a pályázók benyújtották az ajánlataikat, ott az a folyamat zajlik most, ami ilyenkor ugye a pályázatok benyújtását követően kell, hogy lezajlódjék ezek a pályázatoknak az értékelése, tehát magának az eljárásnak az értékelése. Ez néhány napon belül megszülethet, és a kelet-nyugati kerékpárutas projektnek pedig néhány nap múlva lesz majd a beadási határideje, és hát abban bízom, hogy ezek eredményesek lesznek, és tudjuk a szükséges forrás biztosítani. Ugye ez alapvetően az elnyert projektforrás sokat jelenti annak a meglétét, ugye ezek megvannak minden egyes említett esetben, minden egyes elnyert projekt esetében, és hát lehet olyan, hogy plusz forrás igény van, vagy merül föl egy adott helyzetben, arra pedig az önkormányzatunk 200 millió forint hitelt vett föl még 2018-ban, és ez a hitel rendelkezésre áll. Tehát az említett önerő csökkentés miatt nem kerülhetünk bajba, hiszen a hitel biztosítékként ott van, és ezáltal én most a jelenleg a rendelkezésemre álló információk alapján úgy ítélem meg, hogy be tudunk fejezni majd minden egyes beruházást. Ez a cél. Ez nyilvánvalóan most a jelenlegi helyzet miatt ezek az időpontok csúszhatnak, de én úgy gondolom, hogy 2021 végéig befejeződhetnek ezek, és aztán már tudunk készülni, vagy talán még menet közben is tudunk arra készülni, hogy a 2021-re beharangozott uniós projektekre tudunk majd pályázni, illetve 2021-re jósolják a
modern kisvárosok programnak az elindulását, és nyilvánvalóan ez a helyzet ezt felülírhatja, és az időben ez eltolódhat, elképzelhető, hogy 2022-ben kerül erre majd sor. Hát majd látjuk, nyilvánvalóan az önkormányzatunk dolga az, hogy figyelje a pályázati kiírásokat, a lehetőségeket, és hogyha úgy ítéljük meg, akkor a pályázatainkat be fogjuk nyújtani. Ami még fontos információ, hogy a Fóti úton a volt tüdőgondozó helyére beadtunk egy pályázatot a 4. idősek napközi otthonának a felépítésére. Olyan információim vannak, hogy jó úton halad a pályázat, tehát elképzelhető, hogy az is nyertes lesz, és akkor Mezőtoron épülhet egy 4. idősek napközi ellátását biztosító létesítmény is. Ez a pályázatunk egy 166 millió forint értékű pályázat. Zárásként ejtsünk egy pár szót a közterületi rongálásokról is. Ugye sajnos a kiállási korlátozás az nem gátolja a rongálókat, és hasonló a helyzet az illegális szemétlerakással kapcsolatban is. Polgármester úrnak mi a véleménye erről, milyen eszközökkel lehetne ezeket meggátolni? Hát a véleményem az, hogy lesújtó, aggasztó, és hát szégyelje magát, aki ilyen cselekményeket követel. Nyilván akinek nem ingene vegye magára, de aggasztó a helyzet a szemetelés tekintetében is. Ott van például a hulladékudvar esete, ahol a járványhelyzet miatt olyan utasítást kapott az üzemeltető, hogy be kell zárnia. Ezt sem értik sokan, tehát ilyen lehet, hogy valaki utasítást kap. Lásd például az oktatási intézmények tekintetében. Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy oda a közterületre a hulladékudvar kerítéséhez kellene hordani a rossz hűtőszekrényeket, meg a kommunális hulladékot és az egyéb szemetet. Én arra kérek mindenkit, hogy legyen türelemmel, májusban lehet, hogy már nyitni fog a hulladékudvar. Nekem is van otthon olyan jellegű hulladékon, veszélyes hulladék, amit nyilván nem fogok oda vinni. És ha még azt meg is tenném, hogy berakom a kocsimba és lemegyek oda, és hogyha látom, hogy zárva van, akkor hazaviszem. És addig őrzöm, amíg a hulladékudvar nyitva nem lesz. El lehet helyezni. Tehát nem értem az embereket, hogy miért kell ilyeneket csinálni, és hát nem csak a hulladékudvarnál van ilyen, hanem a külterületen is. A nyaralóknál kihelyezett konténerek vonatkozásában is borzalom, ami látvány fogadja az embert időnként. A konténerek körül tele szeméttel, ezt úgy kell elképzelni. A konténerben meg szinte nincsen semmi. Tehát egyszerűen nem is érti, józan észsel fel nem fogható az a módszer, ahogyan jó néhány ember eljár, mert itt ez nyilván nem egy ember viszi oda. Tehát nem tudom, hogy felnőtt embernek magyarázni kellene, hogy a konténerbe dobja bele a hulladékot, az azért van ott, hogy bátran dobja bele, ne mellé. Még akkor talán meg tudnám érteni, hogyha tele van és nem tudja hová tenni, hogy oda rakja mellé, de erről szó nincs az esetek többségében. Ez az egyik. Kérdezte azt, hogy mit tudunk tenni. Hát azt tudjuk tenni, mivel minden konténer mellé nem állíthatunk egy embert, vagy egy rendőrt, vagy egy polgárőrt, vagy akár a kollégáimat, hogy most kezdtünk el egyeztetni. Igaz, hogy arról beszéltem néhány perccel ezelőtt, hogy a beruházásokat lekorlátoztuk, és tényleg csak balesetveszélyelhárítás, például majd kátyúzások lesznek hamarosan, tehát csak balesetveszélyelhárítás és halaszthatatlan esetekben költekezünk ilyen jellegű dolgokra, de csak az a gondolatunk, hogy beruháznánk, néhány kamerát vennénk, és hogyha most a jogászok nézik a jogi hátterét, mert nem egyszerű, tehát az adatvédelmi jogszabály egy olyan jogszabály, ami hát azt szoktam mondani, hogy nem igazán kedvez például egy olyan szervezetnek, amelyek mi is vagyunk, hogy a polgárokat jogkövető magatartásra kellene, hogy sarkalja. Tehát nagyon bonyolult a jogszabály, a lényeg az, hogy nyilván ennek meg kell felelni, de ha meg tudunk felelni, akkor be fogjuk kamerázni ezeket a területeket, és a nem titkolt célunk az, hogy aki nem jogkövető magatartást tanúsít, azt keményen meg fogjuk bírságolni. Tehát például az üdülőövezeteknél én azt szeretném, hogy az ott tartózkodás során, életvitelszerűen ott tartózkodás során keletkező kommunális hulladék helyezhető el a konténerekben. Fotel,
hűtőszekrény, kumiabroncs, meg hát sorolhatnám a fantáziaszabb határt az oda kihelyezett szemétnek és hulladéknak. Tehát ilyenek nem. És olyanokat is hallok, olyan eseteket, hogy utánfutóval viszik ki, akár a mi városunkból, de lehet, hogy más településről is hozzák oda és leürítik. Nyilván ilyen esetekre vonatkozik az, hogy bírságolni fogunk, nagyon remélem, minél hamarabb, és hát így próbáljuk a jogkövető magatartásra kényszeríteni a polgárokat. Egyébként ez általános, tehát a városban is, a város belterületén, a város külterületén is nagyon sok illegális hulladék kerül elhelyezésre, lerakásra. Most például a szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a belterületen, a lakóingatlanoknál azt, hogy mindenkinek van-e hulladék tároló edénye, edényzete, és hát azt is nézzük, azt is egyeztetjük, hogy kik azok esetlegesen, akik nem veszik igénybe a közszolgáltatást, tehát magyarul akik nem fizetnek a hulladék közszolgáltatásért. Nyilvánvalóan, ha kiszűrjük ezeket, vagy szűrünk ki ilyen ingatlanokat, akkor először udvariasan meg fogjuk kérni, hogy vegyék igénybe, tehát rendeljenek kukát és vegyék igénybe a szolgáltatást, amennyiben nem teszik egy határidőig, akkor ott is bírságolni fogunk, nem tudunk más tenni. Köszönöm szépen Herceg Zsolt polgármester úrnak, hogy eljött hozzánk és megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, önök a Túri Objektívet látták. Ne feledjék műsorainkat, az interneten is megtekinthetik. További szép napot kívánok, a viszontlátásra!